Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa Tibi, Kassa Tibi. Hello, Tibi. Na, hogy van? Hello, nagyon jó. Figyelj, de ti nagyon sajnáltatjátok magatokat, hogy ilyen őrült lemondásban éltek. Jól látom, hogy egy büdös nagy croissant van a képen ott előttetek? Nem. Talán illatosnak neveznénk inkább, nem, egyébként tényleg. Akkora croissant, mint egy csecsemőfej. Elmondom, miről van szó röviden. Zsülnek és Lacinak tegnap át kellett költözni a másik szállodába. Ennek nyomos okai voltak, megugrottuk ezt a dolgot, átköltöztek. Itt örjöngtek itt éjjel, nappal, főleg Zsül be nem állt a szája, kiköltöztetik őket egy másik szállodába, és mit csinál a prosztó magyar? Mit csinál? Lemegy az étterembe, jó, megpakol egy tányért, és hoz az éhező haverjainak. Mert ők nem mehetnek le az étterembe kajálni. Lementem, és szörnyen szégyeltem magam, mert én vagyok az, aki mindig bántja azon embereket, akik egyébként 10-kor egy svédasztalról úgy állnak föl, hogy fölcsepésznek kaját a szállodába, mert félnek, hogy délig ugye éhe halnak. Most ezt én is eljátszottam, lesütött szemekkel hoztam kaját a kollégáknak, és megpakoltam egy ilyen gyümölcsös tálat, majd lifttel elhagytam az éttermet. Szörnyen kellemetlen. Tehát az a kezben értett, hogy nem is szólt. Tehát, hogyha láttam, hogy elsonfordál valamerre, hogy picit éreztem, hogy valami kis izé kommandózás, valami kis partizán akció van a dologban, mert ha tudom, akkor odaszaladok a korláthoz, azt lekiabálok, hogy két tükör tojást is hozzál! Szóval, hogyha egy afrikai szállodába egyszer véletlenül oda vetődnék, és látnám magyarul a Bécsben elhíresült mondatot, látnám magyarul a szállodában, hogy magyarok, ne lopjatok. Ez most miattunk van. Ez most miattam van, mert nem hagyhattam, hogy Laci és Zsüli 11 óráig éhezem, mert ugye nálunk már ugye, tulajdonképpen 4:11, ezért loptam nekik reggelit az étteremből. Lekommandoztam. Lopod a croissantot. A croissantot meg egy kis szárított mangót, igen. Na, viszont tettek. Azt akartam mondani, hogy Ferivel baromira együtt érzünk veletek. Tehát, nagyon. És megmondom őszintén, hogy eluralkodott rajtunk a bajtársiasság, és úgy döntöttünk, hogy nem akarunk semmi olyat, ami nektek se lehet. Tehát mi is elkezdtünk úgy élni, mint ti, tehát azt akarjuk, hogy teljesen ugyanúgy legyen. Semmi olyan nem kell, ami nekik se lehet, így beköltöztünk a Four Seasons-be. És beköltöztünk, és az elnöki lakosztályban tengetjük most napjainkat, nem könnyű. Nem, tehát most mi is próbálunk úgy élni. Hát itt a büfé szendvicset azt most már nem esszük meg, mi is csak a tükörtojás és a szárított mangó. Nekem is van egy fekete bejárónőm, aki reggel süti a tükörtojást. Tehát teljesen ráálltam arra, hogy ahogy ti éltek. Higgyétek el, itt is nagyon szörnyű, minden nap új ágynemű, tiszta szoba, tiszta törölköző. Én nem engedem be őket. Jó, Jó, kirakott egy ilyen rendőrségi vonalat, hogy ne lépj át a vonalat, mert itt helyszínes folyik. Szereztem egy kis a piros festéket, beletegyereltem, és megfogtam vele az ajtót. Gyerekek, kövezetek meg. Én minden reggel úgy jövök a rádióműsort csinálni, egy kicsit összetúrom az ágyneműt, ledobálok egy-két törölközőt, ledobálom a földre a nadrágomat, mert tudom, hogy mire visszamegyek a szobába, úgy is megcsinálják. És ezt én kicsit élvezem. Figyelj, én nem szeretem, hogy bejönnek oda, becipelik a port, a kosztét, dehogy cipelnek, takarítónő, tiszta ágynemű, rend van, nem kell rendet rakni. Gyerekek, egy ideig ezért jó ez a szállodázás. Mondjad? De ott nincsen ilyen, nincsenek ilyen elrettentő dolgok. Tehát ahol én voltam eddig szállodában, ott mindig az volt, hogy tényleg csak akkor dob le a törölközőt, ha már tényleg mocskos, mert hogyha kettőnél többször ledobod, akkor belepusztul valamilyen palackorú delfinfaj. De ez ki van írva, hogy vigyázzunk a törölközőre, és hogy igen, hogyha ledobjuk, ez annak számít, akkor ők kicserélik. Na most nálam minden törölközőt a földön találnak meg, mert én egy törölközőre lépek ki, a másik törölközőbe törlöm a hajam, és a harmadik törölközővel törölközöm egyébként. De elloptak tőlem 1600 rant, úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy egyébként nem baj. De visszakerült. Ez most benne van, visszakerült. Akkor igen. Is, de bűnhődjenek. Mi a lopásért? Ezért most életük végig mosni fognak. Ez nem szép dolog. Képzeld el, hogy minden második nap egyébként nyitva van a széfem, és nem hiányzik belőle semmi. És eltűnt 1600 rand. Aztán visszaadták délután egy borítékba. De nem lehet, hogy csak az van? Nem lehet, hogy csak az van, hogy van egyfajta ilyen szép portalanítás belülről is, amiről te nem tudsz, ez egy ilyen... Furamod, nem tudom, mindig keresnek valamit a széfen, mert nincs benne csak egy régi mobiltelefon, egy útlevél, meg egy repülőjegy egyébként, de hogy ez két naponta ki van nyitva nálam. Úgyhogy teszek most valamit csalit oda, hogy hátha le tudom őket buktatni. Nálam is eltűnt egyébként fél pár szürke zokni. Nem örülök neki. Tényleg nem. Megértem. Mondjuk az egy pervers tolvaj lehet, nem? Akinek egy ilyen fél pár koszos szürke zokni kell. Figyelj már, nem változt, nem raktuk be a jó kis alázenénket. Rájöttem, miért nincs ezeknek honvágya. Figyeld meg! Oh!
ez még rohadtul nem hiányzik. Igen, ennek tök igazad van egyébként, tökéletesen igazad van, mert ha én ezt meghallom bárhol, már megyek is haza. Ugye rögtön hova vagy, ez azon az, amit. Várjál, még mondani akartam valamit, de találtam nektek egy kincset, ezt muszáj még itt a felvezetésbe süssem, mert te nyomod most az Instát, Balázs, ezt építgeted az Instagramot? Persze. Ne viccelj, az Instagramos barátaimmal már lassan 12 000-en vagyunk, új fotó került föl, Jani logozokniai után, Jani a mosdóban most című kép van. Már föl van? Jani pólói áznak a szállodai mosdóban. Ha, ajánlom mindenki figyelmébe, aki érzékenyen reagál ezekre a képekre. Instázunk, hogyne, nagy örömmel. Igen, hetente egy kép. Ugyanis megtaláltam most azt az oldalt, ami nagyon csúnyán meg fog téged szorongatni, tehát köst föl a gatyádat, Balázsot, Afrikában. A világ legindokolatlanabb Facebook oldalát találtam, meg kérlek, hogy csekkoljátok, most miközben mondom. A következő az oldal, minden nap ugyanaz a fotó Zámbó Árpiról. Ez az oldal neve. Üsd be, Facebookozd ki. Én tegnap találtam meg, tegnap 12 000-en voltak rajta, én megosztottam, azóta 14 000-en vannak. Annyiról szól az oldal, de most ezt hagyom, hogy te fejtsd ki. Nézd meg, minden nap ugyanaz a fotó Zámbó Árpiról, ez egy Facebook oldal, ami sikeres. Megvan, minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról, hogyne, megvan. Na. Mondd el, hogy mit látsz. És minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról, 14 197-en követik, és basszus, minden nap ugyanaz a kép van. végre egy oldal, ami azt nyújtja, amit kínál. Hajam hosszú, szemem ragyog, ha kerestek, Árpi vagyok. ez a felirat, és Zámbó Árpi dohányzik. Az ember a stílusa tekintet. Döbbeledes zakóval rajta, döbbeletes ing, és ezek a képek átszínezve, kéken, fekete-fehéren, megfordítva, fejjel lefelé, kifordítva. Mindig mindig egy picikét más üzenet van hozzá mellékelve, de az a lényeg, hogy mindig Zámbó Árpi állott, aki decensen dohányzik valami kirakat előtt, és egy fotó minden nap kirakva, és különböző üzenetek, kicsit más színnel, kicsit megforgatva, és ez egy Facebook oldal 14 000 követővel. Figyelj, kinyílom. Végre valami, ami nem öncélú, amiben van értelem, tartalom. Nekem ezt tetszik. Csak az ilyen dolgokat keresem az interneten, mert ezeken szívből tudok röhögni. Engem ez szórakoztat. Minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról. Na csak mondom nektek, igen, hogy túlmentek ezen már, van ugyanilyen kiszeltündés is. Nem igaz. De. Tényleg? Van kiszeltündés is. Rólam, nem. Smukkandoros. Nem aztán... Aztán többet most kikérem nem találok. Kikérem magamnak, hogy rólam még nincs ilyen oldal. Komolyan mondom. Bárja, Balázs, minden nap ugyanaz a kép Sebestyén Balázsról. Bárja, már csinálom, regisztrál. Új regisztráció, személyes adatlap. Figyelj, sírok, jó, nem jó, nagy? Meg, nagyon nagy, óriási. Jó, óriási, egy ilyet, amit kim vagy, nyomhatok rólad, egy minden nap ugyanaz a kép Sebestyén Balázsról? Persze. De tedd fel azt, amikor a Rózsa Gyurinál tapsoltunk a izékébe. Vágd ki azt a képet, az a 20 éves, amikor ott voltunk a leglegbe. Na jó, figyelj, 14 000 követőből 2 000-et én húztam, úgyhogy szívesen, srácok. Tehát a tegnap 12 000 volt nagyon szívesen, most szerintem egy 5 000-et még ti most adásból rádobtok. Mindenki lájkolja ugyanaz a fotó Zámbó Árpiról. De nem Zámbó Árpi fotójának a népszerűsége az, ami ma reggel böki a csőrön. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Most nézem egyébként, Balázs, hogy, hogy rajongói oldalad neked van egyébként. 25 000. Csomó, hallom. 25 000 követőd, ott kicsajozik. Azt nem tudom, de hát remélem, hogy diszkréten csinálja, és normálisan, és nem hoz szégyent rám. Figyelj, nem tudom ki, az én azonnal átveszem. Bocs, lányok, ma ennyit el lett. Hallod, hát ez a Balázs akkora csalódás volt. Azért az nagyon kem. A Sebestyén Balázs official... hivatalos oldal 25 000 követővel. Ne szívass el. Mik vannak rajta? Várj, mindjárt belé lépek. Hát ez ne hülyeskedj, Balázs, ilyen menő. Ugye, az a baj egyébként ezekkel az egész, az ilyen jellegű oldalakkal, semmit nem tetsz elők. Az égvilágon semmit. Várj, Sebestyén Balázs. Jelented az oldalt, mert hogy mondjuk így a tartalom téged zavar, vagy a valótlanságokat tartalmaz, de ez az égvilágon semmit. 26 700 követő. Balázs, ilyen menő vagy. Hát ez nem túl sok. Az nem Charlie a papagáj. Nem az, Charlie-nak már 90 000 van. Na mindegy, hagyjuk is. Jó, figyelj. Miből kell a csőrödet? Megmondom őszintén, most egy rendhagyó böki a csőrömmel szeretnék jönni, mert úgy érzem, hogy az elmúlt egy évben engem rengeteg igazságtalanság ért ebben a rovatban, rengeteg fájdalom, megszégyenülés, baj, bántás,
És ilyenkor az ember, hogyha ilyenfajta jogsérelem éri, akkor mindig van lehetősége felülvizsgálatot kérni, igaz? Igen, ez így van. Ugye ilyenkor mit, ugye el lehet menni, én most azt szeretném, hogy mondjuk elviszek most egy vagy két bökjet csörmet Brüsszelbe, Brüsszel jelen esetben Vadon Janit takarja, aki szerintem itt hagyd abba, elbuktad. Nem, a Jani, akinek kedvéért tökéletesen fejlesztettem a rizskók sütési, főzési tudásomat, ő ezt tudni fogja. Szeretnék felülbíráltatni Jani bíró úrral kettő böki a csőrömet, amit úgy érzem, hogy igazságtalanul vettetek el tőlem. Vagy vett el tőlem Balázs, az igazságtalan. Egy élő ismétlést hallunk? Tehát ismétlünk egy olyat, amit élőben ismétlünk? Úgy értem, nem, ez újra elbírálásra hoztam valamit, amit szerintem jogtalanul vettetek el, és hogy itt vagyunk, tárgyaljuk meg, csak most az ítélet ne te hozz meg, hanem hozza meg Jani, az igazságos. Brüsszelben. Már, de nem Jani jó, mert mányalsz. Tehát mányalsz a Jani felé, nem. És a Balázs tudjanak, hogy meg... Hagyjaljon már, most mi akkor van? Nyaljon, nem, nyaljál. Nem igaz, a nyalás az tőlem... Hagyjaljon már nekem is valaki. A nyalás tőlem távol áll, hadd beszélgessek most egy picikét magas, jóképű barátommal. Hosszú hajába tép a szél. Na, hogy kettő ilyen volt, ami nagyon bánt. Az egyik, elmondom miért, az egyik, ami jogtalanul közben mindenki zabál, nálatok, egyfőtában valaki benyúl a képen. Az egyik, ami jogtalanul lett elvéve, az a mindenkit zavaró fűzfapöszmösz. Nagyon bánt. A mai napig ébredek, úgyhogy sírva fűzfa, azt mondom, hogy a mindenbe belehulló, allergiát okozó, Kanadából betelepített, vagy nem tudom mi, nyárfa vagy fűzfa, vagy nem tudom mi volt. Meg nyárfa volt? Nyárfa. Igen, most kettőnk közül egyébként Bali érintettebb ebben a dologban, mert nekem olyan szépen kitisztultak itt az orrjárataim, hogy az hihetetlen, nem érzek semmiféle allergiás megbetegedést, vagy allergiás tünetet, viszont a Bali elég sűrűn tüsszög mostanában. Na de hogy igen. Ez az egyik, amit a Balázs elvett. Okay. Mi a másik? Szemét vagy, Jani. De ez egyik, amit a Balázs elvett tőlem, pedig azt mondta az indoklásban, hogy igaz, hogy ezt a nyárfa fehér pöszmözt senki sem szereti, de nem adja meg. Csak azért, mert én hoztam. Uh-huh. Jani, mit érzel? Szemét. Ez egy aljas dolog volt, és ténylegesen szerintem el kell menni Brüsszelig, Hágáig, a jóistenig, a Vatikánig, öcsém. Na jó. De most nem értem a felülbírálás. Azért, mert nincs új, vagy ennyire bánt, és ezek ilyen neuralgikus pontok, hogy ezeket tárgyaljuk, nyissuk meg újra ezeket a fejezeteket. Így van, úgy éreztem, hogy most egyszer adok magamnak egy lehetőséget, hogy kettő olyat ami engem bántott, azt visszahozom most még egyszer. Most hozzuk az ítéletet, vagy a kettő után két ítéletet akarsz? Vagy most jön az ítélet, hogy felülbíráltuk-e Brüssel hatására az ítéletet? Ne te bírád föl. Ja. Hogy egyszer menj le ugyanaz a szignál, így érti valami. Jó, akkor Jani nem is van gomb, de is tud nyomni. A másik, hogy ne lenne. Igen. A másik, amit elvettetek tőlem, és igazam volt, az a kanyarodó zöld. Ott a Balázs egy ilyen, ott valamilyen álszent pirulát azt mondta, hogy én nekem fékeznem kell, és lassan kell menjek. Úgyhogy az a kanyarodó zöld minden figyelmeztetés nélkül a kiegészítő zöld lámpa egyszer csak elalszik. Ugye semmilyen, se villogást nincs, se vissza nem számol, egyszer csak paf, elalszik, és abban a pillanatban te a piroson mentél át. Nem, sajnos ebben, tehát hogy a másikban még esetleg vitatkozhatunk egymással, meg úgy felülbíráltjuk, de mivel mostanában elég sokat ülök Balázs mellett, és megmondom őszintén, egy kicsit hatással kerültem, és pozitív értelemben gyakorlatilag rajongói szintre kerültem, az ő vezetési stílusával kapcsolatban nagyon sok időt spórol meg nekünk, hogy is mondjam, csak a flexibilitásával, illetve a rugalmasságával, így ebben a dologban nem állhatok tibbe a pártodra. Ez egy másik ország, másféle kultúra, másféle vezetési stílus, és ez a vezetési stílus az maximálisan idomult Balázs, sőt már formája is. Szemetek vagytok, de nem erről beszélek, arról, az annó nem adtátok meg, és igazam van, és dühöngök nap, mint nap eszembe jut rosszabb tőle az életem. Hogy a kanyarodó zöldben mész, konkrétan a Hősök terénél van egy, mész, gyanútlanul, egyszer csak elalszik, és abban a pillanatban te a piroson mész át, úgyhogy előtte közelíted meg normális, megengedett sebességre. Ez tényleg egy létező baromság szerintem. Volt itt a vita, mi mit mondtunk? Azt mondtad, hogy menjél lassan, hogyha piros van, álljál meg. Mondtad te, és nem adtad meg a csörbökést, miközben, hogyha mész mondjuk 50-nel, vagy nem tudom, megengedett sebességgel, és egyszer csak minden figyelmeztetés nélkül kialszik egy lámpa, arra neked nincsen semmilyen időd reagálni. Tehát ez egy tényleg idegesítő dolog, és tényleg azt gondolom, hogy ha legalább hármat virran, akkor tudod, hogy mindjárt el fog aludni. Én pont a Hősökön... Nem mentél át egy Nelspruiti zebrán, mert hogy mi ugye megosztottuk a kedves hallgatóink egy pár hét előtt, ezelőtt azt a nagyon érdekes tényt, amit azóta naponta élünk át,
hogy gyakorlatilag sprinterként, de egy ilyen 60-as, 100-as vágtázóként kell odaállnunk térdelő rajtban a zebrához, mert ahogy zöldre vált a lámpa, abban a pillanatban elrajtolsz, és már piros. Tehát na, gyakorlatilag képtelen vagy átérni, nem tudsz átérni. Tehát, hogyha mondjuk az otthoni viszonyokkal hasonlítom össze az ittenieket, akkor neked egyáltalán nincs okot panaszra. Azt gondolom, hogy most megyek, szóval... és győzelmi tortulok. Nem, mind a két témát. Szóljatok a végeztetek. Megyek és győzelmi tortulok a brüsszeli ötletem fölött. Ne húzzuk tovább az időt, igazából ez egy kettesre adható lett volna az értékeljük, de csak azért, hogy ne hívogass minket, viszont mind a kettő ismétlés szagú volt, ezért... Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. És Tibi külön köszöni a Janinak, hogy mellette állt a témában. Jani, köszönjük Brüsszelnek, balról köszönjük Jani, szépen Brüsszelnek. Jani, nagyon szívesen, rám mindig számíthat. Ahogy te támogatsz, Jani, nagyon kevesen támogatnak úgy. Tehát figyelj, tehát, hogy ezt annyira jó kiátszottuk, ezt a jó zsarú, rossz zsarú dolgot, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy nem? Nem, már majdnem benyaltam, hogy valójában nem arról van szó, hogy nem jutott eszetekbe új, vagy eszembe új, hanem arról, hogy te tényleg be akartál hozni két régit. Értem én. Mit csinálják, 5 perc a megszállás, behozok két régit. Ezt a fűzt, a nyárfa pöszmösznél is elsütött, hogy rohangáztam az utcán, néztem a fákat, hogy mi ugrik be róla, és behozom. Te szemétládat, nem így, nem. Hát figyelj, ez egy koncepciózus dolog volt, de köszönöm, hogy mellettem álltok. De hát már 9:30, hát nem sokára jönnek a nap legjobb pillanatai. Hát itt mindenféle ismételt dolgokat hallunk a csörbökésről. Hát csak nem azért húzod ennyire az időt, és beszélsz ilyen sokat teljesen partalanul és értelmetlenül. Te szemét. Mert azt gondolhatom emiatt, hogy esetleg nincs ma témád. De van! De jó, vaús, és nem csak rizsa. Te szemét. Hihetetlen. Én építem a csávót, és így le volt. Nem vagyok egy nagy vásárlós, és ki fog derülni ez is hamarosan, hogy kamu, amivel felvezetem, de mondjuk legyen az, hogy vettem a páramnak egy hajsütővasat. Ó. Jó ember vagyok. Hát ez már érdekel. Jó ember vagy. Ha vágyott rá, és szeretett volna, és ezt te megvetted, és ezt kipuhatoltad ezen vágyát, akkor te jó ember vagy. Ez a karácsony ajándéka, csak még később fogja megkapni, de remélem, hogy majd meg fog lepődni. Szerint nem minket hallgat. De elolvastam, én nem vagyok ti egyébként, mennyire vagytok használati utasítás olvasók? Tehát ha vesztek valamit, akkor szeretitek felfedezni magatok, vagy elolvassátok részletesen mindig, hogy mi van a kis izébe. Jani, arra tippelek, hogy te nagyon bújod. Srácok, maximálisan. Meg elolvasom, egyszer, kétszer, háromszor megtanulom, bebiflázom, oda-vissza fújom az egészet, én nem akarok lukra futni. Jani vesz egy videokamerát, másfél évig csak a használati utasítást olvasgatja, úgyhogy a videokamera még nincs kibontva, és amikor mindent megtanul, tudja németül, arabul és bushman nyelven, akkor hozzányúl a videokamerához. Nekem volt azért annak idén egy elég keserves élményem egy mosógéppel kapcsolatban, amiket ugye úgy szállítanak, hogy a dobjukat egy ilyen kis újnyi vastag, ilyen fémrúddal lezárják, hogy ne tudjon elforogni, és azt ki kell venni, mielőtt elindítod a mosógép. Szerintetek? Nézd már, anyuk nem forog a centrifuga a rohadt életben, olyan bűnös ez a mosógép, azt leéget. Azt lehet a utasítást, töröl ki vele! Igen, első így mondatom, hozzá, vegye ki a rudat a dobból. Na mindjárt megyünk tovább a személyes élményekkel. A hajsütővason egyébként a következő felirat állt, halál konkrétan, ne dugja semmilyen testnyílásba. Finom, nem? Hát nézd, hát aha, ez mondjuk ez elég, ez benne van tényleg hát, a leírás. Ez halál, Frankó, benne van, ne dugja és semmilyen. És mitől tartasz, hogy nem fog neki örülni? nem ugyanaz. Kicsit tudom, hogy mit akartál. Tehát bogaram, ez csak egy hajsütő van. Sajnos találtam egy apró betűst, bocs. Jó. Ez érdekes, hogy ezt egyébként beírták, igen. Abszolút. Nézek, egy csomót kiírtam egyébként, mert rengeteg ilyen baromság van, ami használati utasításban tök frankon benne van. Annak idén például gyógyszerem volt, például mellékhatásként, ez csak egy kicsi kitérő. Halál. Nem, benne volt az izére, hogy elolvastam az altatónak a mellékhatást, repülőn akartam bevenni, ezt talán meséltem is nektek, repülőn akartam bevenni, és a mellékhatások közül elsőként volt kiemelve, hogy álmatlanságot okoz. Még mellé volt ilyen írva, hogy másokkal meg nem osztott tévképzetek törhetnek rád, meg nem tudom. Mondod, marha jó, nem? Hogy egy ilyen 10 kilométer magasan valami óceán fölött közepén ott neked ilyen Christina Aguilera megjelenik az ablakba, és elkezdesz ott vele csetelni, valami, nem tudom. Tehát az egy elég finom, nem? Na, de itt van a maga is látja a pilóta bal vállán a dökkes egy hűke. Na, de itt van egy pár, kigyűjtöttem egy párat, hogy mik vannak valóban használati utasításokon, mik szerepelnek. Fürdőkád, ilyen tisztítószerem, a következő. A legjobb eredményt kezdje tiszta fürdőkáddal. Ez jó, óriási. Atya Isten.
öngyújtón. Vigyázat, tartalma gyúlékony. Se sose gondolnád, nem? Te jó ég. Egy doboz szögön. Vigyázat, ne nyelje le a szögeket, irritálhatják a szervezetet. Ha csak nincs túl gyomorsabb túltengése, mert akkor megoldódik. Nagyon nagy. Ezek tényleg igen? rajta vannak. Címke hajszárítón, tényleg rajta van. Én magam láttam. Ne szárítsa a haját álmában. Aha. Pedig akkor reggelre pont kész volna, nem? Igen, igen. Hát ezt úgy lehet mondjuk kisakkozni, hogy a konvektorhoz húzod szerintem a fejedet. Szerintem megdöbbennénk, hogyha kiderülne, hogy ezen mondatok sokszor nyilván azért kerülnek mert rá. Volt egy ilyen. Mert volt egy ilyen. Vagy hatóságilag kötelező a mondat, vagy valójában valaki tényleg elaludt úgy, hogy szárította a haját, letette maga mellé, és mondjuk meggyulladt. Vagy lenyelte a szöget, vagy kádban szárította a haját, mert nem tudta a hülye, hogy megrázza az áram, ha mondjuk beleesik. Tehát szerintem egy csomó minden megtörtént, és már önmagukat védve teszik rá ezeket a mondatokat. Hát emlékeztek a mikros sztorira, azzal Amerikában pert is nyert a nő, aki hát igen, de hogy tényleg igen. berakta a kutyáját szárítani, nem volt ugyanis ráírva. Na, azóta ráírják. De egyébként vannak... Nagyon sok ilyen per van Amerikában, Mekiben ugye bepereltek, például valakit, mert a forró csokira nem volt ráírva, leforrázta magát, megnyerte a pert, még Amerikában minden hülyesége pert nyert, de hogy igen, ezekkel most, ezek ellen már nagyon védekeznek, nagyon figyelnek. A tisztítószerekből van kettő barom jó, szőnyegtisztítóra rá van írva, biztonságos, szőnyegre is. Megnyugtató. Megnyugtató mindenféleképpen, igen. Vegyi tisztítószer, használható háziállatok körül, ne permetezze egyenesen a háziállatokra. Hát a koszos a kutyád, a koszos. Ez jogos, ez jogos. Na itt van egy picit egy ilyen túlzott óvatosság szerintem, de finom. Köhögés elleni csecsemőgyógyszerem áll a következő felirat. Vigyázat, álmosságot okozhat, használat után ne irányítson gépjárművet, vagy nehéz gépeket. Bennire is mindig rá kell szólni egyébként, hogy üljen át a hátsó ülésre, mert nagyon, nagyon szemtelen mindig beül vezetni. Jó, gyerekkocsin, szintén finom figyelmeztetés, ez tényleg mind frankó és mind rajta van. Vegye ki a gyereket, mielőtt összehajtaná. Ez tényleg, ez nekünk a miénken is rajta volt. Azért megvan, mert azt mondom, most figyelj, hogy benne hagyom, még úgy csak rövid időm van. Összehajtod a gyerek közben, berakod az izet. Két óra múlva úgyis megint berakjuk, minek vegyük ki? Simán megtörtént szerintem. Figyelj, gyerekkel, nagyon nagy, imádom, nagy kedvenc, gyermek Superman jelmez dobozán. Az ember alapvetően nem tud repülni, ezt a tényt a jelmez viseletesen befolyásolja. Ez jó. Jaj, nagyon nagy. Svéd láncfűrészem van rajta, és Edith Csájtok tök frankó, ne próbálja kézzel vagy külső nemi szerveivel megállítani a fűrészt. Tehát nem lehet, hogy ezeket ilyen googly fordítóval fordítják magyarra? Hogy a külső nemi szervek benne vannak? Nem, hát hogy ne próbáld meg azzal, tehát hogy azzal akarod megszívesíteni. Én értem, azt értem, csak hogy olyan hülyén hangzik, hogy a külső nemi szerveid, de mi a belsővel akarod, vagy mivel? Jó, és akkor itt jön egy nagyon-nagyon kellemes, még viccet visszatérhetünk arra, hogy mi mennyire foglalkozunk ezzel. Mélyhűtött áron rajta van javaslatként, hogy kiolvasztani. hogyha véletlenül eddig nem állt volna össze. De ti foglalkoztok egyébként ezekkel? Tehát valamennyire nyomod? Te valahogy soha az életben még nem olvastál a használati utasítást. Fogadjunk. Én utálom lepecsételtetni, tehát amikor megveszek ritkán valamit, nem vagyok a nagy technikai eszközök vásárlója egyébként, amikor elküldenek, hogy még pecsételjem lenne, vegyék meg a garancialevél, még ott nyitja nekem egy ollóval a dobozt, az egésztől rosszul vagyok. Kimegyek úgy, hogy lecsepecsételem, mert nem bírom azt a procedúrát, ami ott van. Ezzel bebukva azt, hogy egyébként a dolog nem működik, de használati utasítást nem tudom, mikor olvasni. Hát utólag szoktad, ha jól emlékszem. Tehát miután tönkre ment, akkor megnézed, hogy miért ment tönkre. De ezzel mit kellett volna valójában csinálni? Így van. Igen. Igen. Feszültségmentesítse először is a rendszer. Ja, ez kellett volna. Arról tényleg. Nem, mire megtalálod a magyar nyelvet, előtte elolvashatod horvát nyelven, szlovák nyelven, a kapcsolási rajz, az összerakásában majd lesz valami. Nem szeretem, gyűlölöm egyébként, tényleg. Ez a megszólalás volt azoknak jó volt, akik velem egyetemben, akik a büdös életben nem olvastak még el használati utasítást. Tényleg soha nem. Legalább tudod, hogyha más értelme nincs, hogy tudsz egy jót röhögni rajta, mert tele van baromsággal. Tehát erre legalább jó a használati utasítás. Meg arra egyébként, Balázs, hogy egy csomó olyan dolog van, amit ugye elolvasod, akkor tudod, hogy kell használni, mert egy csomó garancia csak akkor érvényes, hogyha úgy használod, ahogy a használati utasítást meg van jelölve. Igen, vagy lepecsételed ugye a garancia egyet. De majd adom ezeket Jánosnak, mert Jánosnak ez egy jó szombat délutáni program, hogy elmegy a nagy áruházba és beáll a sorba lepecsételtetni. Bár most már a családi programot szerveztek, tehát ez tök menő. Persze. Nem?
Mindenhában beállunk egy-egy sorba, gyorsan a halad. Megyünk a Balinak pecsételni, és elmegy a család pecsételni. De most már nagyon sok helyen, hál' Istennek, maga a számla az, ami a garanciája egynek számít, úgyhogy ezek az idők már elmúltak. Na, de búcsúzzunk akkor egy ilyen narancslé dobozon található felirattal. 100% tiszta, természetes narancsból nyomott lé, koncentrátumból. Igen, ezt nagyon szeretjük, igen. Sűrítményből. Igen, nagyon finom. Nagyon-nagyon félve kérdezem, de tényleg, hogy a Brüsszelbe való kirándulásunkért, Zámbó Árpiról megtalált Facebook oldalamért, és a nem tudom mik, ezek a használati utasítások figyelmére való fölhívással jogosan kiérdemelte be a tapsot és a sikolyt. De rohadék. De jó volt. Azt hittem tovább vársz csöndet. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. A Klassz FM-en.